Az idő van volt az első lemez, amivel én bekerültem a zenekarba, és ennek most lesz az egyéves évfordulója, és ennek igazából az a valódi apropója az az, hogy a tervezett nyári, vagy nem nyári, tavaszi első budapesti koncertünk, az gyakorlatilag 2 hónappal a buli előtt sold out lett, óriási boldogság, és akkor kitaláltuk, hogy hát, ha lehet, akkor csináljunk másnapra még egy bulit. Milyen dátumra esik ez? Nagyon jó, egyéves az idő van, és így igazából egyértelmű volt, hogy, mi lesz az apropója a koncertnek. Mi az a típusú zenekar vagyunk, aki így szereti közelengedni a közönséget, tehát nem véletlenül se az, aki koncert után összecsomagol és azonnal hazahúz, tehát általában mi vagyunk az utolsó, akik ki kell dobni a helyről, és ott partizunk az arcokkal, és ez így a jó. Tehát, és ráadásul még se belülről, se pedig ugye a tágabban értelmezve a közönséggel soha nem voltunk még talán ilyen szinten. Egyrészt elégedettek azzal, amit elértünk, másrészt meg így nem éreztük még ennyire így ebbe ezt az egész dolgot. Ugye egy éve turnézünk ezekkel a számokkal, legalábbis ha nem minden, de jó részével, és az ember ilyenkor azt veszi észre, hogy már teljesen máshogy játsza, mint mondjuk annak idején a felvételkor. Egyrészt már elfelejték pontosan, hogy játszott a föl, másrészt meg így élőbe. Ezek nem feltétlenül pont ugyanúgy működnek jól, mint mondjuk egy felvételen. Meg kitalálunk hozzá valami hülyeséget, adott esetben középrészeket megnyújtunk, belerakunk valamit, tehát gyakorlatilag ezek változnak. És nem is szeretnénk ahhoz ragaszkodni, hogy most ami a stúdióban elhangzott, az hangról hangra történjen meg a koncerten, hanem ezt így egy kicsit ilyen szabadabban értelmezzük. És ez azért is jó, mert így ugye mi se unjuk meg, hogy pontosan mindig hangról hangra ugyanazt, hanem van egy kis játékterünk. Let's go! Walk on a wire, follow each fly, it's just you understand.